Sziasztok! Ma egy uborka sálátát fogok nektek készíteni, ami az uborka kell, piros paprika, bors, fokhagyma, só, cukor, víz és ecet. Én géppel csinálom. Hát most kicsit fel van gyorsítva ez a videó, de majdnem ilyen gyorsan megy a géppel. Tehát nem sok különbség van, megmondom őszintén. Ötig sem számoltam el, mire leszeleteltem egy uborkát. Úgyhogy én a gépeket nagyon-nagyon kultiválom, tehát nagyon szeretem őket, a párom csomót végignéz, mielőtt összehasonlít, tehát vannak ilyen összehasonlító videók, tehát hogyha gépvásárlásra adjátok a fejeteket, akkor nagyon-nagyon tudom ajánlani, hogy előtte neten elég sok időt sajnos el kell vele tölteni, de ha nem vagytok lusták, és egy jó gépet szeretnétek vásárolni, akkor érdemes így megnézni, de ha nagyon szeretnétek, tudok tanácsot is adni. Ez a gép, amit most láttatok, az előbb egyébként lehet diót, darálni, sajtót, kemény sajtót, puha sajtót. Egyébként húsdaráló gyanánt vettük, csak vannak hozzá kiegészítők, a káposztát is ezen szoktam leszelni csíkokra, úgyhogy nagyon, én nagyon szeretem, mert nagyon jól dolgozik, elég erős gép. Nem volt olyan hú, de nagyon drága, ha jól emlékszem, azt hiszem 35 ezer forintért vettük, nem vagyok benne biztos, de azt hiszem, hogy annyi volt. És én csak mindenkit arra serkentek, hogy könnyítsük a helyzetét, és ha teheti, akkor vásároljon ilyen dolgokat. Egy cukor, kettő, három, négy kanál cukrot tettem bele, és egy kanál ecetet, de utána még teszek bele egy ecetet. Tehát két kanál 20%-os ecet, és négy kanál cukor vízzel felöntve, és én szerintem még ez egy kicsit úgy édes, még egy fél kanál ecetet lehet beletenni. Én nem nyomkodom ki az uborkát, megsóztam, kicsit állni hagytam, de csak addig még ezeket elkészítettem, és beleteszem, beleforgatom a marinádba, teszek rá borsot és piros paprikát, és hagyom állni. Én ezt akkor készítem el, mielőtt nekiállok a köretnek és a húsinak, a kisütésének. Tehát, hogy hadd tudjon egy kicsit állni, még úgy is nagyon-nagyon friss lesz, ez nagyon roppanós ez a uborka. Tehát visszatérve a gépekhez, ha valaki szeretne tanácsot kérni, nagyon szívesen segítek neki. Készítsétek el, jó étvágyat kívánok hozzá, kövessetek, lájkoljatok, osszatok, és sok sikert, sziasztok!